Van az úgy nagyon sokszor, hogy hiába támad többet, hiába focizik technikásabban az egyik csapat, nevezetesen a sárga-fekete Argenta Girls Sexad, nem sokra megy vele összességében. Úgy indult a találkozó, hogy leképezi a korábbi, legutóbbi bajnokit, Micskó Márk csapata fokozatosan gólokra tudja majd váltani a papíron és a valóságban is nagyobb játék elejét. A viszonylag korai vezetés ezt sugallta. Igaz, a tolnai kontrákban a sokszor időben és térben elcsúszó szexárdi visszavédekezés miatt is benne volt a gól. Lett is egy-egy, köszönhetően a lövésekre bátran vállalkozó és ehhez kellő rugó technikával rendelkező, időközben távolról egyenlítő olasz Kingának. Sok volt még vissza egyébként a meccsből, mert hogy a rendes játékidő sem hozott döntést, és 2x5 perces hosszabbítás következett. Sanszos volt, hogy büntetők döntenek végül is a 8 közé jutásról az idei Magyar Kupában a megyei presztízs rangadón, ám újból jött az ügyeletes tolnamözsi bombázó, és amolyan Roberto Carlosos könyörtelenséggel egyszerűen fölbombázta a megítélt szabadrugást a nem éppen közelít a szexárdi kapu bal felső sarkába. Azt szólt meg a fejemből, hogy van még hátra 2 perc, meg kell próbálni, hát a sikerül, és szerencsére sikerül. Minden edzésen van egy pár ilyen lövő gyakorlat, amiben szoktam gyakorolni. Micskó már kellő higgadsággal és tárgyalagossággal vette tudomásul a 2-1-es vereséget, és a búcsút ezzel együtt a Magyar Kupától. Először is gratulálok a Tolnának a továbbjutáshoz. Jó és szerencsés csapatuk van, azt kell, hogy mondjam. Tehát nem a jobb csapat jutott tovább, hanem a szerencsésebb. Kb. 4-szer annyi helyzetünk volt, mint nekik. Nem is emlékszem nagyon, nekik lett volna helyzetük. Volt egy megpattanó lövésük, meg egy szabadrugás, ami gyönyörűen berúgott a Halászi Kinga. Ennyi. Tehát a futszát mi játszottuk. Én gratulálok a lányaimnak. Megyünk tovább. Úgy gondolom, ez a mérkőzés is meg lehetett volna a helyzetek alapján bőven. Tehát nyugodtan lehetett volna 3-4 gól a két csapat között, nem sikerült berúgni a helyzeteket, ennyi, dolgozunk tovább. Én azt mondtam a pár arc előtt, hogy aki itt tovább jut, az megnyeri a Magyar Kupát. Nekünk sajnos nem sikerült tovább. A proféta szóljon a szexárdi vezetőedzőből, mondják Tolnán, illetve Mözsön a futzál hívei. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy a már nyártól új edzővel, Nagy Rolanddal készülő és sok tekintetben megváltozott csapat, a tavalyi 7 méteres rugásokkal kiharcolt női futzál Magyar Kupa győzelmet 2019-ben megismételni, vagyis címvédőként várhatná a folytatást.